A gyerekek helyett most javarészt szeniorkorú táncosok fordultak és perdültek a porondon. A Maros ugyanis nem csak a csemetéket, de azok szüleit is tanítja néptáncolni. Ezen idősebb korosztályból alakult meg a Mötyke, azaz a Makói Öreg Tyúkok és Kakasok Egyesülete, és annak utóda a Mötykettő. A lányom táncolt a kicsiként, és akkor a szülők alakították ezt a csoportot, hogy meg szeretnék tanulni a néptáncot, ők is, és egy tánc erejéig álltunk fel, de azóta itt maradtunk. Én ebből bele is tartozom, meg nem is, mert hogy a lányom valamikor igaz táncolt, de én alapítója voltam annak idején a 81-es, még az 1981-ben kezdődő Maros táncegyüttesnek, amikor még Mariskánk főiskolát épp, hogy befejezte, és onnan indítottuk, de azért a túlnyomó hány az inkább szülőkből adódik. Az évek alatt számos más egyesülettel ismerkedtek már meg, és alakítottak ki baráti kapcsolatokat. Többségük szintén rendelkezik öreg táncosokkal, innen jött az ötlet a Kaláka találkozók megszervezésére, melyre a környező településeken működő csoportokat hívják meg. A Békéscsabai Őszülő Halánték táncegyüttes 23 éve alakult meg, 10 páran működnek, legidősebb tagjuk 73 éves. Elsősorban mi ugye Bor Miklós táncait táncoljuk előszeretettel, azonban ugye ezek az idők már elmúltak, ezek nagyon régi koreográfiák, tehát milyen 56 évben készült koreográfiákról beszélhetünk, viszont újabb táncaink is vannak, mezőségi, madocsai, tehát mi is azért próbálunk fejlődni. A szegedi délikert párjai mékeréki táncokat és kalotaszegi koreográfiákat hoztak el a fellépésre. A különböző tájegységek kultúráját nem csak a csizmadobbanásokban ötvözték, hanem öltözékük is szimbolizálta a régmúlt tradícióit. Igyekeztünk autentikus darabokat hozzápárosítani a koreográfiákhoz, tehát a mékeréki ruhadarabokat a lányok saját kezűleg készítették, az eredeti táncviseleteknek, vagy népviseletek mintájára, illetve egy inaktelki asszony segítségével hozzájutottunk mérai ruhákhoz is, amik szintén ilyen módon készültek, tehát egy helyi asszony készítette ezeket nekünk. A rendezvényt tovább színesítette műsoraival a Viszér Táncegyüttes Földeákról, valamint a Derce Néptánc Csoport Derekegyházáról.